Hosszú évek óta nem esett át jelentős változáson az 1960-as években épült Gyulai Dürer Albert Általános Iskola. Az épületet 1986-ban bővítették egy új szárnyal, majd 2006-ban szintén pályázat segítségével akadálymentesítették az épületet. A nemrég elnyert pályázat segítségével azonban a Dürer most már kívülről, belülről teljesen megújulhat. Azt gondolom, hogy a Gyulai Dürer Iskolába járó gyermekeket nagy meglepetés fogja érni, hiszen a tanév végén úgy búcsúztunk el tőlük június 15-én, hogy kellemes nyári szünetet kívánva ígéretet tettünk arra is, hogy egy új teret fognak látni majd maguk körül szeptember 1-én a tanévkezdés napján, és ahogy látszódni fog majd a munkálatokból, ez be is fog következni reményeink szerint. A projekt közvetlen célja a mindennapos testnevelés megtartásához korszerű, modern tereket és eszközöket biztosítsanak, nyelvlaborokat alakítsanak ki, valamint fejleszék a közösségi tereket. Kovács József országgyűlési képviselő beszédében kiemelte, hogy ugyanezen pályázatoknak köszönhetően jelenleg 13 békés megyei közoktatási intézményben kezdődhettek el felújítási munkálatok. A Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Szent István utcai épületénél június 18-án kezdődött el a munka. A Dürer Albert Általános Iskola esetében megtörténik a nyilászárók cseréje, ez a teljes épületet érinti, megújulnak tantermek, festés, burkolatcsere történik, és a pályázati konstrukción túl Gyula város önkormányzatával együttműködésben egy közös munkában az épület külseje is megújul. A gyulai iskoláknak magas színvonalat kell képviselniük a város család politikai stratégiájához igazodva, mondta Görgényi Ernő polgármester. A 2010 óta eltelt 8 év egyik fő jellemzője Gyulán az oktatási nevelési intézményrendszer megújítása, korszerűsítése. Egyrészt a gyulai és Gyulán tanuló gyermekeknek, diákoknak szeretnénk a legkorszerűbb feltételeket biztosítani a tudás megszerzéséhez, amellyel érvényesülni tudnak majd az életben. Másrésztről pedig a város megtartó erejét szeretnénk ezzel növelni, hiszen amikor a családok döntést hoznak arról, hogy hol telepednek le, vagy hogy Gyulán maradnak-e, az egyik fontos tényező, nem a kizárólagos, de az egyik fontos tényező az, hogy milyen színvonalú, milyen minőségű bölcsöde, óvoda és iskola rendszer áll rendelkezésre. A munkálatok az ütemzésnek megfelelően haladnak, így az összes régi burkolatbontás megtörtént, jelenleg már csak a földszint néhány helységében folyik az aljzatbetonozás. A kivitelezők szerint a nagyobb munkálatok befejeződnek szeptemberig, így a tanévkezdés zavartalanul indulhat az iskolában.